jelölő versenyének eredménye az alábbi módon állt össze, de mielőtt a konkrét eredményekre szeretnék térni, először is adjuk át az emléklapokat a legidősebb versenyzőnknek, aki gyakorlatilag szinte egyetlen alkalmat sem mulasztott el, hogy az elmúlt időszakban a jelölő versenyen megjelenjen, és itt a fiatalság elé szeretném példaként állítani Fritz Otto bácsit, aki még hajlott háttal, de most is végigmegy az összes versenyszámon, és az erdész vér az még mindig buzog benne. Úgyhogy jöjjék ki, Otto bácsi, szeretnénk téged egy emléklappal meggratulálni. Tapsoljátok meg! Gratulálunk a versenyzéshez! És sokáig vegyél még részt a versenyünkön. Nagyon szépen köszönöm, itt lehettem is jöttem. Köszönöm szépen. És hogy a korokat is jelképezzük, a vegyes korúságát a csapatnak, a legfiatalabb versenyzőnek is adnánk egy emléklapot, aki nem olyan rég került a parkerdőhöz, és mint gyakornok szerepelt itt a versenyen, Németh Kristóf, a visegrádi erdészettől. Gyere, Kristóf! Gratulálunk! Köszönöm! Gratulálunk! Köszönöm! Abszolút verseny esetében mindenképpen a szombathelyi RT-t kell megemlítenünk, mert az abszolút versenyben, a csapat helyezésben a szombathelyi erdészeti ZRT csapata lett az első, az Ipolyerdő pedig a harmadik lett csapathelyezés tekintve. Gratuláljuk őket, fáradjatok ki! Először a szombathelyek! Látszik, hogy jó állományokban dolgoztok, mert itt könnyen tudtatok szerepelni. Gratulálunk! Gratulálunk! És utána az Ipolyerdő csapatát büszkék lehettek, harmadik csapatban harmadik helyezést értétek el. És szeretnénk még emléklapot adni Nánási Zsoltnak, aki a Vadex ZRT-től jött hozzánk, talán még első alkalom, hogy a Vadex ZRT-től versenyző jött. Tavaly is, akkor második. Gratulálok. Nagyon szépen köszönjük a részvételt, és majd ne legyen meglepetés, hogyha valami kis ajándék, meghívás egy hétvége a parkerdő valamelyik turistaházában, vagy esetleg vadászházában ér benneteket, akkor ne utasítsátok vissza. Még egyszer tapsoljuk meg a külső versenyzőket. Köszönjük szépen! A harmadik helyezett lett Valkói Erdészettől Naki, Hinkó Miklós. Fáradj ide, Miklós! Itt van, én ott keresem, de köszönjük! Gratulálunk! Gratulálunk! Egyéni versenyzőket tekintve a második helyezett szintén a Valkói Erdészettől Panyor Diánnal lett. Gratulálunk, Diánnal! Az egyetlen női versenyző méltó helyen. Gratulálok! Meg kell mutatni a fiú erdészeknek, hogy ki az úr a házban. Nem kis meglepetésemre, de az első helyezett az egyéni versenyt tekintve Bajnai Erdészettől Sós Attila. Gratulálok, Attila! Köszönöm szépen! Csapathelyezés tekintetében a harmadik helyezett a Budapesti Erdészet csapata lett, akik tanulmányútra indultak, ezért el kellett korán menniük, úgyhogy távolétükbe egy taps tisztelje a helyezésüket. Második helyezett, ugye, hogy nem volt akkora hiba, annak a fának a kivágása vagy meghagyása, Visegrád csapata lett. Fáradjatok ki! És a
csapat résztvevők. Köszönjük szépen. Bocsánat, gratulálok, de Sándor. Itt Maurer Kornél, Sándorfi Péter és Tisza Zoltán. Még egyszer gratulálok. Gyertek ki. És egy kézfogás. Köszönjük szépen. Erejéig legalább. Köszönjük szépen. Gratulálok, gyerekek. Gratulálok. Gratulálok. És a első helyezett, gondolom itt az egyéni verseny eredményeit is értékelve, már nem hiszem, hogy túl nagy meglepetés lehet, a Valkói Erdészet csapata, aki végre a kupát örökre megnyerte, úgyhogy fáradjatok ki, gratulálunk nektek! Köszönjük szépen! Kolozsi Géza, Hinkó Miklós és Panyor Diana. Gratulálunk sorrendben itt a megjelenő versenyzőknek. Osszátok be most már ezt. Jó, köszönjük szépen. A csapatok részletes eredménye továbbiakban, ugye a három helyezésig követtük, teljesítményű kollégát az év erdésze díjra nevezzem, aki ebben az évben, 2017-ben Pilisi Parkerdő, Pilis-Szentkereszti erdészetérmény, Simon László kerületvezető erdész. Kedves László, légy szíves! Gratulálunk! Házból hozott műszaki irányultság mellett állatvilág és a természet is erősen érdekelte. Végül mezőgazdasági szakközépiskolába jelentkezett. 79-ben szerezte meg a növénytermesztési és állattenyésztési szakmunkás bizonyítványt. Szerezte magát az erdő szeretetének és szolgálatának, hivatása lett az erdőgazdálkodás. A szülői házban megtanult fegyelem és kézügyesség később gépészeti és asztalos ipari minősítés megszerzésére segítette, melyeket haszonnal művelt az erdészet javára is. Simon László 35 éve járja a hosszúegyi erdőket a stratégiai tervezésnél. Erdő és vagyonvédelmi feladatokban határozott fellépése példaértékű, havária helyzetekben mindig készségesen és körültekintően jár el. Feletteseitől kapott utasításokat maradéktalanul végrehajtja, ugyanakkor a közös gondolkodás híve. Szakértelmével az erdészet vadgazdálkodási tevékenységét jelentősen fejlesztette, barátságos jelleme és nyelvismerete a mindenkori vadászvendégek megelégedésére szolgál. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott az erdészet vállalkozási ágazatának fellendítésében is, nagy volumenű projektfeladatokkal bízták meg, amely sokszor lakóhelyétől távol, hosszabb távollétet igényelt. És még egyszer jó egészséget kívánunk, és gratulálunk ez a teljesítményhez. Köszönöm szépen. Még egyszer. Ebben benne van a helyzet. Köszönöm a erdészeteknek a részvételét. Külön szeretném megköszönni a Szentkereszti Erdészetnek, illetve a Csépányi főmérnök úr és csapatának a munkáját. És szép időnk volt, jó időnk volt. Szerintem hasznos tapasztalatokat gyűjtöttetek, és jövőre majd, ha nem is ugyanitt, nem tudom melyik erdészetnél, de a hagyomány visegrádi erdészetnél folytatni fogjuk. Köszönöm szépen még egyszer a részvételt mindenkinek. Köszönjük szépen. Aláírni. És akkor aláírások.